Önkéntes kisokost, vagyis az önkéntességhez kapcsolódó információkat rendszerező és összegző füzetecskét mutattak be a hétvégén Kolozsváron. Ennek célja, hogy könnyen elérhetővé tegye az önkéntesség iránt érdeklődők számára a romániai és EU-s lehetőségeket. Az RMDS ügyvezető elnökségének új kiadványában a szerzők az önkéntességi törvényt is közérthetően ismertették. Az önkénteskedési lehetőségek széles skáláját, ennek törvényes kereteit és önkéntesek tapasztalatait tartalmazza többek között ez az önkéntes kisokos. Modor László, az RMDS programokért felelős ügyvezető alelnöke emlékeztetett arra, hogy az úgynevezett önkéntes törvényt az RMDS kezdeményezésére fogadta el a parlament. Ez a törvény olyan dolgokat szavatol, mint például aki oktatással kapcsolatos önkéntességet folytat, azokat, vagy szakmai gyakorlatot folytat, azokat ennek a törvénynek az alapján el lehet ismerni, mint régiség. Kovács Zsolt, a kisokos szerkesztője, maga is 8 éve önkénteskedik, és saját tapasztalataiból is tudott meríteni az anyag összeállításakor. Azt mondja, az önkéntes kisokos a tenni akaró fiatalok igényeire adott válasz. Tartalmazza a romániai önkéntes törvénynek a magyar fordítását, egy kicsit konyha nyelven, hogy azért mindenki számára érthető legyen, aki kezébe veszi a kiadványt, és utána próbáltam egy minél szélesebb skálát felölelni, és arra törekedtem, hogy megtörni az emberek fejében azt, hogy csak kétféle önkéntesség létezik, az egyik az, hogy szemetet gyűjtünk, takarítunk, meg ilyesmi, vagy a fesztiválon való önkénteskedés. Az önkéntes kisokos első kiadása 1000 példányban jelent meg. A hétvégén bemutatott nyomtatványt oktatási intézményekben, az RMDS irodáiban és önkénteseket foglalkoztató civil szervezeteknél lehet megtalálni. De online is elérhető a www.rmds.ro honlapon.